Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, újabb információ, morzsák, csöppentek be a Fortunával kapcsolatba, a Solaris United eventtel kapcsolatba. Ki gondolta volna, hogy a DIN gyorsan fogja mindezt csinálni, de úgy, hogy jöjjön, ami a videó címben van, hogyan szerezzük meg a Solaris United, avagyis a Lift Together szigilt. Annak, aki nincs képben, hogy mi történik most a Warframe-ben, ugorjatok el a csatornámra, kérlek szépen, és nézzétek meg a tegnapi videót, hogy képbe kerüljétek. Na de térjünk is rá a lényegre, mi történik itt most. Egy kis lore történetet is kaptunk, hogy mit folyik ott, ugye, Vénuszon konkrétan. Végre megtudhattuk, hogy ki a business karakter, és őt láthatjátok ugye jelen pillanatban a videóban. A business karakter a Vénuszon, vagyis amikor bejön a Fortuna, ő lesz a felelős a vadállatokért, amiket be kell fogjunk, és a halászatért. De az ő titkos projektje az az lesz, hogy a Solaris United-et újra egyesítse és erőssé tegye, hogy fel tudják venni a harcot Nefanyo ellen és a Korpusz ellen. Ugye, aki elnyomja ott a népet, és ugye a elnyomás abból áll, hogy ott dolgozhassanak Amazon a zord körülmények között, speciális alkatrészekre, testrészekre van szükségük, ilyen robotikus testrészekre, amik ugye nagyon drágák, és hogyha nem fizetik az adósságokat, vagy akármikor jöhetnek Nefanyónak a serege, és elviheti, visszaveheti tőlük ezeket a test részeket, amik nekik ugye elég szükségesek ahhoz, hogy ott túléljenek. Ez derült ki jelenleg ebből a videóból, amit láthattok itt a háttérben, ezt is Discordra leközölték, és konkrétan a videóban annyi áll, amit tegnap is lefordítottam a videóban, az a szöveg azt mondja a videóban, hogy hát épp itt az ideje, hogy ő mint biznisz, ő is bemocskolja a kezét és felvegye a harcot Nefanyóval szembe, az elnyomással szembe, és hogy mi segítsünk neki, tehát ez konkrétan a videó üzenet lényege. Na de, hogy ezen a kis apró lore történeten túl vagyunk, lesz majd még biztosan több is. Hogyan szerezitek meg a szigilt? Hölgyeim és uraim, elmentek a Warframe oldalra, bejelentkeztek, mint ahogy itt láthatjátok is, bejelentkeztek, rámentek a promókódokra, és ott beírjátok mind nagybetűvel Solaris United, mint ahogy itt láthatjátok nálam is, és voilà, megjelenik majd a profilotokban, a játékban a szigil. Utána lesz még egy kis feladat, mit kell csináljatok, hölgyeim és uraim. Bementek az arzenálba, és felrakjátok magatoknak a szigilt, rámentek valami sexy capture színre, vagy a háttérre, és csináltok egy faxa fényképet. Na most ezt a faxa fényképet felugortuk mondjuk Twitterre, nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy Facebookon is működik, de Twitter, igen, van egy Twitter accountom. Tudom, senki nem tudott róla, de van, létezik, még valamikor nagyon régen csináltam, be lehet követni, hogyha nagyon szeretnétek. Nagyjából minden YouTube videóm ott is megjelenik, akár ott is kommunikálhattok velem, hogyha szeretnétek, de igen. Szóval, fogjátok ezt a fényképet, és feltöltitek oda magatoknak, és beírjátok, hogy kukac, play Warframe, vagyis angolul at Warframe, és utána hashtag lift together, és együtt emelünk. Szóval úgy, mint ahogy láthatjátok itt most nálam a képernyőn, szépen csináljátok, és tweetelitek ezt. Na most, ami ezzel történni fog, ez konkrétan ugye egy kis hype, egy kis promóció a Fortunára, és hogy minél többen legyünk, ugye ügynököket veszünk fel, című történet, de természetesen az egész arra megy ki, hogy Twitter, szét legyen Twitter minden azzal, hogy play Warframe és hashtag lift together, de cserébe a díjtől az emberkék fogják, és berakják a fényképedet, amit csináltál a Discord szerverükre, amit mutattam tegnap is a videóban. Kedves kis gesztus, természetesen egy kicsit arra megy ki, hogy promotáljuk mi is, és együtt ugye a Fortunát, mert hogy mindenki együtt van ebben a dologban. De srácok, röviden ennyi lett volna,
egyelőre. Mindent elmondtam, amit lényegesnek tartok, hogy tudjatok, mit, hogyan lehet megszerezni. És hát most már tényleg azért jön a hype, hamarosan elérkezünk november elejére, úgyhogy várjuk szeretettel Fortnite-t, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és remélem, hogy beváltja a hype reményeket. Ha legalábbis nem váltja be a hype reményeket, mert azt azért nehéz beváltani. Ha nagy a hype, akkor egy játék ritkán felel meg annak, de reméljük a negyed hype reményeket be fogja váltani, és de minden esetre hosszú időre fog biztosítani nekünk játék kontentet. Ja, ha jönnek újabb információk, akkor igyekszem őket leközölni nagyon gyorsan. Addig is kérdések, kommentek videó leírásában, vagy Facebookon ugyanúgy megtaláltok. A Discord szerverünk bárki számára elérhető. Ha szeretnétek, akkor posztoljátok a fényképeteket a mi Discord szerverünkre is. Van egy külön szobánk, ami úgy néz ki, hogy fashion frame. Csak azoknak, akik a valódi endgame-et csinálják ott a Discordon, fashion frame szobában lehet posztolni, minél faszább fényképeket, már kurva jó fényképek vannak ott. És ja, bármilyen kérdés van, ott is várunk szeretettel, igyekszünk válaszolni, ahogy tudunk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!